Elzsikénél felrakhatom? Persze, persze. Felkerült a gondos óra a nyírteleken élő Mokánszky Béláné karjára. Akár életmentő is lehet számára a készülék, ha ugyanis otthon bármilyen egészségügyi problémája van vagy baleset éri, a rajta lévő gomb megnyomásával azonnal segítséget tud kérni. A hívás egy éjjel-nappal működő diszpécser szolgálatot kapcsol, amely azonnal küldi a megfelelő szakembergárdát. Ha mellesünk, vagy ha betörnek hozzánk, vagy ha betegség, ha férjemnek is, akkor csak ezt a gombot kell megnyomnom, és akkor jön a segítség nálunk, és akkor már nem kell meg a gyerekekhez mennem, vagy a szomszédba, hanem csak itt van, rajtam lesz, vagy ha nem rajtam, akkor vagy a férjemnek, és akkor már jön a segítség. A gondos óra programot az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából fejlesztették ki. Minden 65 éven felüli jogosult az eszközre egy gyors online regisztráció után. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár kifejtette, a hosszú távú cél az, hogy minden otthon élő idős biztonságban legyen. Az idős honfitársaink alapvetően saját lakásukban, saját otthonukban szeretnék az idős éveket eltölteni, és ehhez olyan segítséget keresnek, amely az otthoni biztonság érzetét adja meg. A gondos óra az eszközön és a mögötte lévő mindig elérhető diszpécser szolgálaton keresztül ezt a biztonság érzetet adja, hogy akkor is, ha valaki egyedül él, egyedül van az otthonában, nem kell, hogy egyedül maradjon a problémáival, hanem van, aki elérhető és a segítség megoldásán fog fáradozni. Nyírteleken és a környező bokortanyákon összesen 700 idős ember él. Szekeres József polgármester is abban bízik, hogy a településen is minél többen igénybe veszik a szolgáltatást. Ahogy láttuk, ez az okos óra, ez mindig ott van, ahol az ember, tehát tulajdonképpen felcsatolható a kezére. Nekünk a szociális ellátórendszerben van egy ilyen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, de az ugye a házakhoz van bekötve, és az 45 darab volt. Ez pedig majd a 65 év fölöttieknek mindenkinek biztonságot és biztonságérzetet fog adni a továbbiakban. Én azért örülök annak, hogy itt vagyunk, régről ismerjük egymást a szülővárosomban, hogy az országba elsőként áthathatjuk ezt a gondos órát. Vinai Győző országgyűlési képviselő arra világított rá, hogy idősödő társadalomban élünk, a nyugdíjasoknak pedig minden lehetséges segítséget meg kell adni biztonságukért és kényelmükért. Én nagyon örülök ennek a programnak, mert ez azt is jelenti, hogy nagyon sok olyan 65 év feletti kaphatja meg ezt a gondosórát, aki családban, szerettei körében, gyerekei körében, férjével vagy feleségével otthonában akarja eltölteni nyugdíjas éveit. A projekt mérföldkőnek számít a digitális idősgondozásban, amelyet a kormány az Európai Helyreállítási Program részeként saját költségvetési forrásból indított el.